Köszöntöm a nézőket! Önök az M-Prime Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, március 23-án, szerdán este 7 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Képviselőtestületi ülésre készülnek Sátoraljaújhelyen új helyen a bizottságok. Élet a Hernád és a Bodrog folyó között, workshop fűzéradványban. Megújult a tájai sportkomplexum. Ülésezett Sátoraljaújhely város önkormányzat képviselőtestülete gazdasági, városfejlesztési és vagyongazdálkodási, valamint szociális és egészségügyi bizottsága. Ezelőbbi 5 nyílt és 1 zárt, utóbbi pedig 4 nyílt és 1 zárt napi rendi pontot tárgyalt. Palic István, Sátoraljaújhely város önkormányzat képviselőtestülete gazdasági, városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottságának elnöke szerint a legtöbb embert érintő napirendi pont az ülésükön a távfőszolgáltató elmúlt évi munkájáról szóló előterjesztés volt. Szabadka Sándor, az ENGIE Magyarország Kft. Üzletág vezetőjének beszámolója megnyugtató volt a bizottság számára a gázellátás és a fogyasztói árak tekintetében is. A bizottság a továbbiakban elsősorban önkormányzati vagyonhasznosítási témákat tárgyalt. Voltak felajánlások, elidegenítési kérelmek, hát ezekről vegyesen döntöttünk, volt, ahol önkormányzati tulajdonnak javasoltuk az elidegenítését, mert éppen az adott földterület az olyan volt, ugyanakkor pedig felajánlott lakásnál, hogyha a lakás az nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és nem is fűződött érdeke az önkormányzatnak a megvásárláshoz, és az összeg sem volt, a várt összeg eladási ár sem volt megfelelő, itt természetesen elutasítottuk. Zárt tárgyaláson szociális bérlakásoknak az odaítéléséről is döntöttünk. A Szociális és Egészségügyi Bizottság házi orvosi és fogorvosi beszámolók elfogadásáról tárgyalt. Ugyanis az orvosi szerződések részét képezi, hogy 5 évente be kell számolniuk a tevékenységükről. Előterjesztést hallgattunk meg az egyes gyermek házi orvosi körzet munkájáról, illetve felnőtt házi orvosi körzet vonatkozásában a 8-as körzet orvosa dr. Kemecsei Miklós számolt be. Ehhez hozzátartozik az, hogy 5 évre köt területi ellátási szerződést a praxist, illetve orvosi feladatot ellátó orvossal az önkormányzat, és mielőtt újra kötni a szerződést, akkor lehetőséget adunk, hogy a szakmai munkáról beszámoljanak az orvosok. Mindkét beszámolót a bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. A 4-es számú fogorvosi körzetnek a szerződése is lejár. Itt 6. hó 30-ig előre láthatólag helyettesítéssel tudjuk megoldani a fogorvosi tevékenységet. A bizottsági ülésen bemutatkozott a 4. számú fogorvosi körzet új fogorvosa is, akinek hosszú távú tervei vannak a városban. Élet a Hernád és a Bodrog folyó között mottó jegyében hozták létre azt a határon átnyúló projektet, amely az Interreg kis projekt alap keleti program területének támogatásával valósulhat meg. Célja a Bodrog és a Hernád folyók által közrezárt, határon átnyúló térség gazdasági és turisztikai együttműködésének növelése a programba bevont partnerek segítségével. Fontos az együttműködés Észak-Kelet-Magyarország és Dél-Kelet-Szlovákia között, ugyanis a közös földrajzi, történelmi és gazdasági adottságok révén a turizmusfejlesztés közösen könnyebben megvalósítható. Hangzott el annak az előadásnak a keretében, amelyet a közelmúltban Füzéradványban szerveztek meg. Ennek érdekében hoztak létre a két ország közötti projektet, mely a Hernád és a Bodrog folyók térségére irányul. A jelenlegi projektünk ez a szlovák-magyar együttműködés keretében megvalósuló HOBO projekt, a Hernád és a Bodrog folyók által közrefogott területe megvalósuló fejlesztési lehetőségeket mérjük fel, hiszen a következő uniós fejlesztési ciklusban új források nyílnak meg az interreges projektek keretében. Tehát ezek az interreges projektek a határon átnyúló kapcsolatok erősítését szolgálják, és nyilván ugye egy Zemplénben nekünk a legközelebbi határ az a szlovákiai terület. Most annak a lehetőségeit vizsgáljuk meg ennek a projektnek a keretében, hogy milyen lehetőség és adottságok vannak a két térségben, és hogyan lehet olyan projekteket generálni, amelyek mind a magyar, mind pedig a szlovák oda számára kölcsönös haszonnal járnak. Gyakorlatilag ugye ebben a projektben mi egyfajta előkészítő munkát végzünk, és amiért most itt vagyunk Füzéradványban,
esetünkben az az, hogy egyfajta workshopot alakítsunk ki. Itt meghívást kaptak a térségi polgármesterek, a civil szervezetek, pályázatokkal foglalkozó szervezetek, és valójában ezeken a találkozókon, ezeken a fórumokon merülnek fel új projektötletek, amelyeket szeretnék majd integrálni és megvalósítani. Projekt partnerei röviden bemutatták az eddigi felmérések eredményeit és a projekt részleteit. Ami után egy workshopot is tartottak, melyen a jelenlévő potenciális pályázók, mint önkormányzatok, civil szervezetek és ügynökségek is részt vehettek az ötletek adásában. A jelenlegi projekt, amelynek a workshopján jelenleg a Füzéradványi Kastélyban vagyunk, egy hiánypótló anyag, és nagyon örülünk neki Kassa megye részéről is, mivel nem sok esetben jellemző, hogy még maga a programidőszak elindulása előtt ilyen típusú analízis, illetve dokumentum előkészülődjön. Szerintem ez egy versenyelőnyt jelent a Hernád, illetve Bodrog közötti települések részére, mivel lesz egy hivatkozási alapjuk arról, hogy milyen a jelenlegi helyzet, és mely területek a legkiaknázatlanabbak, illetve melyek keretében tudnak legsikeresebben pályázni. Dr. Váradi Zsuzsanna arról is beszélt, hogy a határ két oldalán fekvő térségek hasonló adottságokkal rendelkeznek és hasonló problémákkal küzdenek. Éppen ezért fontosnak tartjuk azt, hogy a települések kölcsönösen megismerjék egymást, és az ilyen jellegű rendezvények, illetve a szlovák partner által biztosított további rendezvények, a fejlesztési ügynökségnek a programjai szerintem kiváló lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára, hogy megismerjék, hogy ők esetleg hogyan kezelik ezeket a demográfiai krízishelyzeteket, illetve a vállalkozások milyen jellegű tevékenységet végeznek, amely alapján kooperáció alakulhat ki. Szóval mindenképpen fontosnak tartom a jövőben az önkormányzati szempontból, hogy vegyenek részt az ilyen jellegű rendezvényeken, mert a térség teljesen hasonló gazdasági és társadalmi problémákkal rendelkezik. A projekt a 2027-ig tartó fejlesztési ciklusban kívánja az együttműködést növelni a két ország között, melynek sikeréhez elengedhetetlen a rendszeres egyeztetés és a közös gondolkodás. 450 millió forintból újulhatott meg a Tájai Sportkomplexum. Ez két nagy élőfüves nagypályát, egy műfüves kispályás, illetve egy nagyméretű műfüves focipálya kialakítását tette lehetővé. Emellett pedig megújult az öltözőket is magába foglaló épület. Térségi szerepet betöltve több száz gyermek utánpótlása zajlik a településen, és MB3-as csapattal is rendelkezik a Községi Sportegyesület. MB3-as hazai mérkőzésen lépett pályára legutóbb a Loki 2 ellen Tája csapata. Az eredmény is fontos volt, azonban az is, hogy a már megújult sportkomplexum szolgálja majd ezek után az utánpótlás nevelést és a felnőtt csapat bajnokságbeli mérkőzéseinek megtartását. Ünnepélyes keretek között adták át a két csapat és a szurkolók jelenlétében a mintegy 450 millió forintos fejlesztés eredményeit. Nagy öröm számunkra, hogy végre sikerült átadnunk a pályát. Kettő élőfüves nagyméretű focipálya, egy darab kisméretű műfüves futballpálya és egy darab nagyméretű műfüves focipálya épült fel. Az öltözőépületünk is felújításra került egy emeleti öltözővel, emeleti épülettel, 2+ öltözővel és egy klubhelyiséggel. Most már minden adott, hogy a gyerekek, illetve a felnőtt labdarúgóknak ki tudják szolgálni a létesítményt. Az utánpótlás csapataink hosszú évek után úgy néz ki, hogy beérik a munka. Két korosztályos csapatunk is vezeti a bajnokságot, a másik két csapatunk is az első hatban van. A felnőtt csapatunk szereplése sajnos a betegségek miatt nem a legjobb, de bízunk benne, hogy meg tudjuk őrizni a MB3-as tagságunkat. A pályák kialakítása és a kiszolgáló egységek megújulása is hosszabb időt vett igénybe. Most azonban már korszerű körülmények között tudnak pályára lépni a sportolók, hangzott el az esemény kapcsán. Nagyon fontos, hogy Tokaj-hegy alján is egy olyan egészséges generációt neveljünk föl a jövő szempontjából, akik tevékenyen, aktívan vállalnak szerepet a sportban. És nem csak az élsportban, hiszen Tája több mint 7 éve már az MB3-nak egy szilárd csapata, hanem a fiatalok, az utánpótlás neveléséért.
és ez fontos a település életében, hiszen összefogja nem csak tája, hanem a tája környékén élő családokat, sportot szerető gyerekeket, és így itt igazán otthonra találnak ezek a fiatalok. Bár a tája 4 gólos vereséget szenvedett legutóbb a DVSC-től, továbbra is fontos cél, hogy az MB3-ban maradjanak. A Sátoralja újhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ tornatermében kedden délutánonként gerinctornára van lehetőség. Ez a mozgásforma minden életkorban ajánlott, hiszen az iskolapadban ülő gyerekeknek megelőzésképpen, a felnőtt korosztálynak pedig akár a gerinc fájdalmaira is jótékony hatással lehet. Az erős fájdalmak esetén először mindenképp forduljanak orvoshoz, hogy a kellemetlenség háttere tisztázva legyen. Néhány probléma esetén külön mozgássorok lehetnek segítségünkre, de sokan nem csak ezért választják ezt a mozgásformát. A váll, hát és derékfájdalmak a leggyakoribb kellemetlenségek közé tartoznak, becslések szerint a lakosság több mint 80%-át érintik. Az okokat sokáig nem kell keresnünk, hiszen a folyamatos ülőmunka, a mozgáshiány és a túlsúly is megviseli a gerincet. Megoldást viszont hamar találhatunk a problémára és a megelőzésre is. Sátoraljaújhelyben, a Kossuth Lajos Művelődési Központ tornatermében minden kedden délután gerinctorna edzésekre van lehetőség. Ez a fajta torna nem csak a gerincre és az azzal kapcsolatos problémákra hat, hanem az egész testre. A teljes testet átmozgatjuk, de elsősorban a gerinc körüli izomzatot erősítjük. Hasizmokat, hátizmokat, csipőizmokat és a szép egyenes tartásért, a gerincünk erősítésért, ugye hosszú távon ez nagyon fontos az egészség megőrzés érdekében. Attól függően, hogy milyen gerinc problémája van, attól függően mutatok neki gyakorlatot. Ezt új vendég érkezésekor mindig megkérdezem, hogy van-e valamilyen egészségügyi problémája, és ehhez mérten mutatom neki a gyakorlatot. A gerinctorna személyre szabottan kiválasztott gyakorlatai enyhítik a panaszokat, rendszeres végzésük pedig hosszabb távon még meg is szüntethetik a kiváltó okokat. A mozgássorok a gerinc melletti izmokat lazítják, nyújtják, erősítik. Az óra elején dinamikus nyújtások vannak, és mobilizálások, felkészítjük a testet, az izomzatokat, ízületeket, és hát az elménket és a pszichét a mozgásra. A gyakorlatok között pedig a regenerálás véget, és a végén szintén a megerősített, megdolgoztatott izmokat nyújtjuk a sérülések elkerülése miatt, a fejlődés szempontjából is nagyon fontos az óra végi nyújtás és egyfajta levezetés is. Mint minden rendszeres mozgás, a gerinctorna is jót tesz a pszichének is, növeli a testtudatosságot, önmagunk jobb elfogadását, az önbizalmunkat, lelkierőnket, javítja a hangulatunkat. Kerek Gábor közeledő zeneszerző 50. születésnapja alkalmából szerzői estet tartottak a Hangász 4-es és a Lavotta János Kamara Zenekar közreműködésével Sátoraljaújhelyen. A megyei kötődésű zenész estjére sokan voltak kíváncsiak, amit elégedettséggel fogadtak a szervezők. Kerek Gábor közeledő az Ózdi Zeneiskolában kezdte művészeti tanulmányait, melyet több intézményben folytatott. Fagott művész, fúvós karnagy és zeneszerzői diplomát is szerzett. A Lavotta János Kamarazenekarra régi kapcsolata van a zeneszerzőnek. Az ismeretségünk a Lavotta János Kamarazenekarral és Dombovári Jánossal az 2012-re vezethető vissza, amikor is intézményvezető lettem Kazincbarcikán, és összevonták egy idő után a Kazincbarcikai, a Sátoraljaújhely és az Ózdi Zeneiskolát, és így lettünk barátságban. Azt gondolom, hogy ez mind a mai napig tart, és most ennek lehetünk egy olyan állomásánál, ahol a Lavotta János Kamarazenekarnak, illetve a Hangász 4-esnek írt darabjaim hangzottak el. Zenészként nagyon szeretem a barokk zenét. Azt nagyon közel érzem magamhoz, különösen Georg Friedrich Händel művészetét. Nekem ő az egyik kedvencem a komoly zenéből. Komoly zenében is azt az irányt próbálom folytatni, ami a hallgatható kortár zene felé megy. Tehát szeretem azt, ha a közönség úgy megy ki, hogy élvezi a darabokat, és érti is azokat a darabokat, amiket én megírtam. Mai zenében én a jazz műfaját kedvelem, abból is a vokális jazz, a pentatonixot, például a TXX-et vagy Bobby McFerrin művészetét, foglalkozom is magam is könnyű zenei darabok, inkább ilyen jazzes darabok írásával.
Dombóvári János, a Lavotta János Kamara zenekar művészeti vezetője beszélt arról is, hogy mi volt a szerzői est megrendezésének kiinduló pontja. A gyökere a barátság. Plusz valóban egy hangversenyre való művet ajánlott a kamarazenekarnak, a tagjainknak, és miután tavaly volt 50 éves a Gábor, ezért én mindenképpen így szerettem volna muzsikus környezetben köszönteni. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy évet csúszott ez a köszöntés, jottányit sem csökkent ennek a jelentősége, és további tervek vannak kibontakozóban. A megyében tevékenykedő zeneszerző nagyon szereti vidékünket, és jó kapcsolatot ápol a város zenészeivel. Ennek is volt köszönhető, hogy egy zenei estel örvendeztették meg a komoly zene kedvelőit. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Képviselőtestületi ülésre készülnek Sátoraljaújhelyen a bizottságok. Élet a Hernád és a Bodrog folyó között, workshop fűzéradványban. Megújult a Tájai sportkomplexum. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!